Tehát kéne definiálni, hogy mondjuk az ebbe is rosszul lét, hogy nyilvánul meg. Tehát például úgy, hogy külső anyagbevitele nélkül, mondjuk éjemóra, és szaggal kiváltott epegőrcsel, tehát mondjuk vagy egy mondjuk a sült olajt kéne megpróbálni, amikor a sült krumpli a sült olajba, hogy az mondjuk csináljon ilyen epegőrcset, és hogy az mondjuk, amikor beomlik a agyamlomba, vagy az milyen, és mindenfélét mérni, és úgy megnézni, és leírni. Vagy például a nagyon büdös autóvazelinnel, amit vettem, vagy ilyenekkel. Tehát a lényeg az, hogy elkülöníteni a különböző okokat, vagy a különböző rosszuléteknek a tüneteit egymástól, hogy lehessen tudni, mi mitől van, és az epével kell kezdeni mondjuk.